Királyok egyetlen kitűnő tanulója, aki Ladocs Mónika. Kívánom, hogy legalább ilyen sikerrel dolgozzon. Kiváló tanulmányi eredményedért kiemelkedő tudom, hogy neked kellene elbúcsúzni tőletek. Kicsit későbbre akartam hagyni, mert mindig valami közben jött át most a fényképezkedés. És én úgy érzem, ha most elkezdenék közhelyeket mondani, talán sokan meg sem hallanák. Én úgy érzem, hogy a legszebb útra való számotokra, amit a táblán látok. Én nem tudom olyan szépen felolvasni, mint Kovács Krisztina, de engedjétek meg. Aludtam és álmodtam, hogy az élet öröm. Ne felejtjétek el sohasem. Felébredtem és láttam, hogy az élet kötelesség. Dolgoztam és észrevettem, hogy a kötelesség öröm. Kívánom, hogy mindnyájan érezzétek ezt a jövőben. Azt a sok tudást, amivel útra bocsát bennünket. Kérem, felejts el iskolai csíntevéseinket, amely fájdalmat, bánatot és sok átvirasztott éjszakát okozott. Osztályunkat mind rossz, mind jó tulajdonságaival együtt tartsa meg emlékezetében. Visszagondolva az elmúlt időszakra, sajnáljuk, hogy nem volt meg mindig közöttünk az az egyetértés, de ezt csak most a búcsú pillanatában érezzük át igazán. Az elkövetkezendő évek során jobb osztály, jobb közösséget, matematika iránt jobban érdeklődő gyerekeket, és nem utolsó sorban mindezekhez jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy ehhez hozzá szeretnék. Köszönöm szépen az osztályt. Gyerekek, nem arról van szó, ne jobbat kívánjatok nekem, hanem mi vagyunk jobb. Igen? És én úgy érzem, hogy merem remélni, hogy a legjobbakká váltatok erre a pillanatra, és így hagyjátok el. Nem akarom a közhelyeket mondani, és léptek az élet útjára, de kívánom valóban, hogy ne legyen rögös, hanem egyenletes legyen, elég és sima. De higgyétek el, nagyon meg kell küzdeni. Nagyon szépen köszönöm. Megkérnélek benneket egy gyereket, ne menjünk szét. A Mati néni vár az osztálytablóra, és tudjátok, hogy akkor csak elhúzódik az